Úgy állunk itt, mint egy rakasz szerencsétlenség. Mint egy kettő. Nehéz elkezdeni ezt a mai tesztet. Azért hoztam magammal az egyik legjobb barátomat, Álmon Olivért, velem már találkoztatotok régebbi speedzone adásokban, meg fogjátok is még látni, mert én már elfelejtettem vezetni, régen ültem már a hátsókerekes autóba, ja. Te meg nem. Hát figyelj, hátsókerekesben idén egyébként túl sokat nem ültem, de... Nagyon jó akkor, hogy itt vagyunk. Akkor nagyon jó, hogy itt vagyunk a Driving Campbe, ahol hát megint a kvázi nagysebességű modult használjuk. Ami, de itt már voltál te is? Voltam. Nem széles. Ismerem a pályát. Akkor jó, nagyon jó. No de, amerikai autózunk egy picit. Kinek beszélek? Ki a főkamera? Peti, te vagy? Igen. De forogsz is? Igen. Villog a kis piros, hogy retsz? Van egy ilyen? Jó. Használt autóteszt. Ezt azért szögezzük le rögtön az elején. Bár nem úgy néz ki, hiszen a hatodik generációs Ford Mustang az a mai napig szinte változatlan formában van jelen, 2015-ben mutatták be. Egyik nagyon kellemes emléken fűződik hozzá, mikor a bemutató előtt egy pár hónappal én már a dán tengerparton csapattam vele a homokba, az egy 5 literes volt. Na most, ugye itt van a kutya elásva, hogy van az, ami csak úgy néz ki, de nem az. Viszont az amerikai autó feelinget, leszámítva egy-két apróságot, azért hozza. No, ez az az autó. Érted? Hogy van rajta Shelby lökhárító, Rush Hood Scoop, gyorsítócsík, az oldalán van ilyen formázott küszöb, mindnek ilyen nagyon hangzatos, tudod, olyan neve van, hogy nem is, igen, gondolnád, ez a tipikus amerikai. Igen. Ez a Space Age, olyan, igen, neveket tudnak, ami adni, megőrülsz. Van itt ez a kis áramlás terelő kis shield, a Hyper Performance, hogy hívják, hátsó spoiler, meg minden úgy jó néz ki, nem? Úgy jó fel van díszítve. Amit tudni kell róla, hogy performance packkel, ugye meg hát nézzük, meg hát várjál, itt vannak ugye az oldalablakon ezek a régi Fastback Mustangot idéző betétek, hát nyilván ez ennyit tud, meg itt ez a beömlő is, az annyit tud, hogy az oda van téve, ha megfigyeled. De az a lényeg, hogy ez egy performance package-el rendelkező Mustang. És ez még a későbbiekben majd értelmet nyer, mert én már mentem vele. Majd fogsz te is. Ugye a performance package az azt jelenti, hogy 19-es kovácsolt felni, vastagabb hátsó stab, egy csöves, ugye upside down gátló van benne hátul, nagyobb hűtő van benne elő, aminek kisebb az ellenállás, jobban cirkulál benne a víz, ugye a hűtés érdekében. Van bent egy pár plusz kiegészítő óra, olajnyomás, olajhőfok. Ebből a szempontból, műszerezettség szempontjából azért jók az amerikai autók, mert azt szeretik. De gyertek előre! És hát ugye a performance package az rendelhető volt az 5 litereshez is. És meg... a nagy fék lemaradt? Ja, a fék is nagy, bocsánat. A fék is nagy, 4 dugattyús nyereg van elő rajta, hátul meg egy dugós úszónyerges. Várjál, hogy is nyitottam ki az előbb? Bence, segítsél ma. Igen, itt van egy ilyen. Na most... Igen. EcoBoost. EcoBoost. Hát ez jól néz ki benne. Akkor ez mint egy 1.6-os kompakt BMW az MS felirattal? Figyelj! Jézus! Mondanám, hogy nem, de az van, hogy de. Mert nem rossz amúgy, mert gondolj bele, hogy azért ugyanez a motor van a fókuszeresben, igaz, ott voltak hengerfeltömítés problémái. Ez a Mustangokra nem jellemző, ezt mondom, ez teljesen biztos forrásból tudom. Ugye itt ez a motor ilyen 310-320 lóerőt tud, nyilván országtól függően, meg kiviteltől függően. Itt van benne a nagyobb hűtő. 445 Nm, 310-20 lóerő, ez nem hangzik rosszul. Nem, egyébként nem olyan rossz számok. Nem hangzik rosszul, meg hogy hosszában van benne. Az egy nagyon szép dolog. Kapottam úgy egy rövidebb diffit 355-ös áttétellel. Meg hát, jó rövid utcai autóban. Utcai autóban az elég rövid, mert hát kell is neki. Meg szerintem sperdifije is van, legalábbis a jelek arra mutatnak. De nem találtam erre megbízható forrás, hogy az európai performance package, meg az amerikai között mi a különbség. Ez egy behozott autó. Ez egy behozott autó. Hát
meglátodna. Nem hangzik rosszul amúgy, meg az, hogy tényleg 5 fél alatt van 100-on, meg minden kéziváltós, ugye hadsebességes kéziváltós. Én nagyon szerettem a 20 centis teszt. Lent van. Én nagyon szerettem az 5 literes Mustangot, nem gondoltam volna, hogy ilyen hatalmas különbség lesz a kettő között. A formája jó, amúgy képzeld el, hogy egy bosnyák német srác rajzolta. Mindenki azt gondolja, hogy ez ilyen amerikai formater, meg ezért nem. Igen. Ezt egy bosnyák gyerek rajzolta, tudtam is a nevét, de elfelejtettem, mert ilyen sok mással hangzó van benne. El van találva egyébként. De amúgy nagyon jó néz ki. Benézel a légbeömlőbe és műanyaggal le van zárva az egész, az egy kicsit illúzió romboló, de igen. Ja, hát ez erről szól, a semmiről. Meg ugye, erről szól, a semmiről. Meg várjál, van egy egész használható csomagtartó, ami majdnem 360 liter, ahhoz képest nem rossz, nem. Hogy milyen magasra kell emelni a cuccot, amit beleraksz. Igen, csak be kell játszani. Be kell játszani, meg hát benti nyitó, ha ne talántán valakit bezárnál, Amerika. Bár aki ide befér, az meg is érdem. Hát érdekes megtapasztalni ezt, ugye nem mindenki gerjed a V8-ra, de a formát azt meg megvenné, van két kipufogó vég. Érdekes egy élmény mindenképpen. Nézzük meg belül, nem? Hátra beülsz? Én? Na hát az hátra beülés, gyere! Azért megmutatnám. Van elvileg hátsó ülés. Van elvileg hátsó ülés. Felt ennyit tudsz hajtani az első ülésen, azt akkor be lehet ülni. És nem megy előre? Motorosan? De, majd amikor de magad, nem magától. Magától nem tud előre menni. Jézusom. Figyelj, amúgy sokat fejlődött a Mustang, szóval az volt a meglepő, hogy ez a hatodik generációs, ugye ennek már teljesen független hátsó kerék felfüggesztése van, Tremec vagy Getrag váltót használ, ez azért annyira nem amerikai már, meg ugye, de hát, a segged szószoros értelmében beleesik egy lyukba. Azért lássuk be, hogy így férek el. Jó, de hát ez nem azért volt kitalálva, hogy ebbe nagyon sokan utazzanak messzire. Amúgy így szemre egész elfogadható a belseje. Sok a csillivilli, sok a króm. Igen, belül egyébként stílusos a kocsi. De azért érződik, hogy valahol meg kellett fogni a lóvét, ugye? Nézzük, van USB, van SD kártya. Valahol meg kellett fogni a lóvét, de nagyon szeretik, érdekes módon Magyarországon az 5 literes az, ami ment, hiszen az árához képest azt hiszem 12 hétről indult ez annak idején, és nem egész 2 millió forinttal volt drágább az 5 literes, és ez egy nagyon más kávéház volt azért akkoriban. Hát az egy egész jól árazott diszkóautó. Az egy egész jól árazott diszkóautó? Hát én annak nevezném, igen. De tényleg egyébként én nem mentem ezzel az 5 literessel, de csak jókat hallottam róla. Na ez nem az, és ez a 2-3. Igen, örülök, hogy ezt próbálhatom ki, és nem kell a 5 literestől megijednem, de ennyiért kéziváltós szívó V8-at nem nagyon kap. Figyelj, ezt most 8 félre járulják. 80 ezer kilométer van benne, elméletileg problémamentes úgy a hajtás, mint a motor. De kell a kéziváltó, van ez a 10 gangos automata, az aha. Azért annyira az, ne? Meg ez így jó, legyen kéziváltó, meg mindenféle kijelző, na menjünk be! Hány kiló? Hú, sok. Megfogtalak? Sok, nem fogtál meg, mert ez az autó, ez 1650 kiló. Aha, hát... Azért ez nem kevés. Nem kevés, de most ma már minden MS BMW egyébként, meg az összes erős autó rohadt nehéz, mondjuk ez pont nem erős, de... Jó, de ez, de mi rámondjuk, de tudj, figyelj, mindegy, nem akarul előni a poént előre. Nézzük meg, nézzük meg. Először bentről így végignyomkodjuk ezeket a dolgokat, mert nagyon sok funkció van. Megyünk egy parkot, aztán csé. Hát itt van megfogva a fillér. Ez már mondjuk itt puha. De végül is, figyelj. Látványos, beindítom egy gyönyörű szép engine start stop gombbal. Júj! Akarsz valamit mondani? Hát nem. Mint a Swift-em, amikor beröffen.
Na, a performance package-nek a része ez az olajnyomás, meg hát a, szerintem a teljesen fölösleges turbónyomásmérő. Azt nem értem. Viszont ami nagyon jó, hogy itt ezzel a keresztkapcsolóval, meg ezzel itt, elő tudod itt azért hozni az olajhőfokot, ebben jók az amerikaiak töltést, a levegő benzinarát, még a hengerfejnek a hőmérsékletét, meg a beszívott levegő. Szóval mindent, amit az OBD-ről ki tudsz szedni, azt itt ki tudod belőle húzni. Kerestem egy ideig, hogy hol lehet állítani a hovafújást, de aztán rájöttem, hogy igazából azt az érintőképernyőn kell ott. Android Auto, Apple CarPlay-t azt tudja. Peti néz minket, figyel. Van egy Mustang Since 1964. És akkor itt van egy kéziváltónk. De ha vannak kérdéseid, akkor erezd el, drága barátom. Én igazából csak a menet tulajdonságokra vagyok már kíváncsi. Figyelj, ez itt a lényeg, hogy van az off, van ez a kormányzásnak állítja, steering feel. Ez ilyen parkoló, könnyű szervó, meg a versenyautó közté. Hát van a komfort, a sport, meg a normál. Aha. Most én a sportba teszem, ha nem haragszol. És akkor van egy mondjuk üzem. Ez egy jó funkció egyébként. A sport? Hát nem a sport, hanem hogyha van ilyen komfortmód is, nem ugye kell mindig izomból tekerni. Hogyha városban furikázhatsz. Igen. Meg ugye van egy üzemmódválasztó, ez sincs benne mindegyikbe. Na itt van a drive mód, van egy normál, egy sport plusz egy track, ami a mi esetünk, meg van a téli, az semmiképpen. Na most hiába írja itt ki, hogy ki van kapcsolva a stabilitás kontroll, de azért tudjuk, hogy azt kell csinálni, hosszan kitartóan legalább 5 másodpercig ezt húzzuk, és akkor advanced track off. Na most van kikapcsolva teljesen, így ismeri meg a gépjárművet. Amúgy elő tök jó elférni, van benne hely, én azt mondom, hogy aranyos a kormány, rajta van a lovacska, itt meg aztán itt vannak a különböző. Ugye van a Mikey, Driver Assist, automatizálja a Start-Stop, Display Setup, mindent elő tudsz innen szedni, szóval ez egy jó felszerelt kivitel amúgy, meg hát természetesen megvan a garázsnyitó is. Én ezért gondolom, hogy ez valószínűleg egy amerikai kivitelű autó, amit európaiasítottak. Mert az európaiakon azt hiszem nincsen egy garázsnyitó, de ebben nem vagyok biztos, majd a Mustangosok megmondják. Meg hát van egy szimpatikus kézifék, meg egy váltó. Meg hát előttünk van ez a hatalmas nagy géptető, ami úgy azért megadja az embernek a hangulatot. Nem rossz. Ez a hangszoróból jön. Olyan? Nincs neki. A hang az egyetlen dolog, ami így, amikor beindítod, hogy az úgy valahogy nem áll összhangban. A beindításnál az szörnyű volt az a hang. Most ezen javítottak, de ezek szerint ezt nem mechanikusan sikerült. Nem, hát ez művileg. Amúgy rá kellett keresnem, hogy mit jelent Sound screen felirat. Sound screen? Sound, mint hang. Értem. A sound screen az azt jelenti, hogy van rajta egy fólia, hogy nem elegedjen annyira a beltér. Miközben van a hanghoz, azt nem tudom. De úgy egy jó felszerelt kocsi, aranyosak itt ezek a kis billenőkapcsolók, itt a hőfokállítás, ülésfűtés, ülésszellőztetés. Hát igen, ezzel nem kell fogdosni. Igen. Jellegű dolog. De messziről jó. De messziről jó. Meg hát van forcing benne. Így. Meg hát figyelj, az van, hogy ugye ez már független kerékfelfüggesztéses hátul, egy tök jó több lengőkaros futóműve van. Elől is nagyon jó volt vezetni az 5 literest. De hogy a performance pack, hát nem tudom, én megmondom őszintén, én nagyon ilyen, az angol azt mondaná, hogy mixed feeling, hogy ilyen kicsit ilyen nem egyértelműek hát, az érzéseim ezzel az autóval kapcsolatban. Azt megértem, én jobban szeretem egyébként ezt a felállást megfordítani, és először legyen erős az autó, és aztán nézzen ki jól. Igen? Nekem ez a ultradiszkó és gyönyörű, nagyon erős autóhatást érjünk el, de egyébként
tegyük bele a legkisebb motorunkat, nekem ez személy szerint annyira nem jön be. Figyelj, én vezettem 3-7-es szívó V6-os kint Amerikában bérautóként, na az volt a hátramenet, figyelj, egyest kellett kapcsolni, dombot, pedig az is 300 ló volt, egyest. Azt volt szerencsém vezetni. Igen? Kint, neked is? Igen, hát bérautó. Az. És hát az igazi, igen, akkor az igazi összeomlott bennem egy-két dolog a Mustanggal kapcsolatban, de reméljük ez más mutat. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autó centruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Várjál már, hogy vagyunk? Track mode, steering feel. Én a kocsimba csak beülök, beindítom és megy. Nem kell váltani a steeringet, meg a traction se. Sőt, még bemelegíteni se kell. Az olaj még hideg. Vagyis nem üzemmeleg. A kis motor két kör, az meleg az. Figyelj, na mindegy, hát a fékünk az nagyon nincs. Kíváncsi voltam mindig is állízőjem, az 5 literest ismerem, de ezt a kis EcoBoostot, ezt nem ismertem. De nem olyan rossz ez. Nem, meg a váltó, az ugye eleve ezzel a performance packkel, jön egy rövidített váltóút is. Ez fura, ezt a hosszú orrral célozni, ez neked ez megy? Szerintem kicsit, megy, kicsit az orrát túrja. A versenyautómban is B-oszlop mögött ülök, szóval... Valamit csúszkál itt valami. Minden csúszkál. Minden csúszkál. És akkor itt most végig szól a hangszóróban az anyag? Júj, hát így beforogni. Hideg a gumi. Nem, régen vezettem már. Nem vagyok biztos ebben a sperben amúgy. Ez nem volt sper. Nem. Szépen forgott a belső kerék. Ugye? Aha. De hangja amúgy van valami ide bent. Figyelj, de... igazából azt hozza, amit valószínűleg a... ennek a vásárlói igényelnek is, az a hangulat. Figyelj, az átlag usernek én azt mondom, hogy... Teljesen. Egyébként hogy... elég. Hoppá. Á, várunk egy kicsit már. Gyorsan menni, szerpentinezni, ez bőven elég szerintem. Hát szerpentinezni... Majd mindjárt rámutatok egy fura dologra, ami érdekes, mert ugye az van, hogy mikor raksz vastagabb stabot hátra. Uh-huh. Mondjuk el, akkor rakunk vastagabb stabot hátra, hogyha ezt a body rollt hátul ki akarjuk küszöbölni, hogy ne dőljön annyira a karosszéria, hogy kvázi jobban menjen keresztbe, nem? Vagyis, hogy na, ezt a, érted, puhát akkor teszel, ha azt akarod, hogy tapadjon, vastagabbat meg azt, akkor teszel, ha azt akarod, hogy játékosabb legyen hátul. Igen. Nem? De, így van. Csak na, most ahhoz képest, hogy ezen elméletileg vastagabb stab van hátul, van egy olyan, hát már lehet, hogy csak én érzem rosszul, de hát melletted az ember mindig zavarban van, bazzen, mert többet vezetsz, meg jobban értesz ehhez, mint én. De én úgy gondolom, hogy ez. Érezted, hogy ilyen baszott billegős a hátulja? Hogy hát én nem tudom, utcai autóhoz képest szerintem én nem érzem annyira vészesnek. A kormány de igaz. Arra gondolsz, amikor betapad és igen. Visszatapad a segge. Hát... Igen, és ugye ahhoz nincs elég ereje, hogy erőből kimenjük igen. A kanyarból, ezért mindenképpen betapad, és szerintem egy kicsit ezért is hozza ezt a feelinget, hogy hú de betapad, meg visszadobja a seggét, mert nincs ereje tovább menni. Mert jó, ezt akkor tudnánk szépen csinálni, ha erőből még kimennénk erőből a kanyarból, kimennék, úgy, hogy egy kicsit legalább, igen, de túlpörög a kerék. De olyankor van a füst. Meg ugye az, hogy nincs benne normális per, ezért is nagyon csúnyán betapad a kocsi. Aha. Ja igen, mert ugye lediferál az egyik kerék, az ív belső kerék az lediferál. Igen. És ahogy elveszed a gázt, egyszer csak megáll a túlpörgő kerék, és borzalmas, ami történik. De ez mindegyik sper nélkülével így van. Szóval így nem tudom rendesen fogni, már mindjárt cserélünk, azt próbáld ki. De úgy nem lassú.
nem lassú. Nem lassú, egy átlag embernek ez nem lassú, meg nyilván akinek a kinézet kell, szóval azért nem veszel vele a belső sávba. Nem, nem. Csak az a baj, hogy hát tudod, hogy milyen az 5 literes, akkor ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez tényleg az oknival kitömött alsó nadrág, hogy jól mutat a strandon, de nagy műsor nem csinálsz vele. Gyere! A prémium minőségű AZ Meister Tyler kemőanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister Tyler kemőanyagok az Unix autótól. Én ügyesebbre emlékeztem, hogy ügyesebb a Mustang. És abban milyen difjom? Lehet, hogy ez azért, nem tudom, hogy ez most tényleg, vagy ezt... Állítgass, itt. Lehet szaga neki, jó van, megérkeztük. Jó üsz? Hát, nagyon jó. Elj közeled nyugodtan, ott van az oldalán a gomb. Nem, akkor kormány lesz közel, ez kiben nem megy, ugye? De. Igen? Aha. Akkor jó. És ez motoros? Motoros. A támla döntés már nem? Jó, az nem kell. Jó lesz. Jó lesz? Akkor menjünk akkor. A váltó az jó, szerintem. Jó, emberes. Ez most meglepett. Mondtam. Meg a hirtelensége is, hogy valahogy nem olyan... Progresszív. Na, mindegy. Egy spér azért sokat javítaná a helyzeten, sokat gondolom. Nagyon hirtelen nekem az a fék. Hogy a hátuljával játszál, ahhoz meg nem ott erős, ahol kell, nem? Nem az van, hogy... Igen. Lehet, hogy a sper miatt gondoltam én, hogy jobb az az 5 literes, mert ugye abban van egy torzen, és az valahogy teljesen más azzal menni. Kiszámíthatóbb, ez egy ilyen, nem tudom. Fura. Igen. Ez ennyi? Ez ennyi. Egy idő után. A kormány az szerintem egész direkt. Azzal van a kevesebbik baj. A fék az... Azt ne. Azt erőltessük azt a kanyart, ne? De a kanyart erőltetett a féket, de... Hát az... Figyelj, Oliver, nincs rajta biztosítás, és csinálsz, amit akarsz. Oké. Ez már, engedjük ezt el, azért hűtsünk egyet szerintem. Megjött? Kellemes illatok. Jó, igen. Nem biztos, hogy ez a gumi, amit érzek. Ennek olyan másszaga van.
Igen. Ilyen, mondanám, hogy feladó, de már azt nem lehet a fékbe rakni. Figyelj, most azt nézzük, 8 év. Na, nézzük meg. Na igen. Ja, ezt lehet vele csinálni. Ez egy jó játékautó egyébként, nem kell tőle túl. Szóval nem profi autózásra való idézőjelben, de egy ilyen kis hangulatos autózásra bőven elég. Megkiírt valamit, amit nem kéne? Nem, csak nézegettem itt. Olyan nagyon a rémi mondani. Minden rendben, zöldben van az olajhőfok. Már hőmérsékletet nem írt, csak az, hogy zöld vagy nem. 8,5 millió forintot kérnek ezért a 2015-ösé, 81 ezer kilométerrel. Tudom, hogy a motorral nincsen baj, a futómű az elég heavy duty, elméletileg bírják ezek. A kinézete meg hát elég látványos. Igen, abszolút. Meg annyira, jó, hát valamennyire kamu nyilván, mert annyira nem megy, mint amennyire kinéz, de azért nem megy rosszul. De igen, szóval azért lehet vele autózni. Igen. Meg lenne az, de... Meg lenne, de jobb, ha nincs meg! Kicsit agresszívabban kell a terrelés látást, és akkor... Na mindegy. Igen. Na mindegy. Kuplóggal alárugsz? Hát, de csak így megsenderítem. Na jó lesz ezzel visszamenni Pestre, vasod? Ne, vigyázzok a fékre, Jogi. Látom! Szerintem vigyázzok a fékre. Itt mutatja meg a portúrását. Itt, mikor ugye kigyorsításnál is elindulnál, aztán átramászik a terhelés. Igen. Aztán az orrát elkezdi túrni. Na, csak összefűztük. Meg valami lett. Ez most már itt kéne. Igen. Most csak guruljunk. Jó, szóval lehet vele. Abszolút, egyébként. Szóval csak akarni kell. Csak akarni kell. És akkor mindennel lehet. De... Igen, olcsóbb, mint egy MX-öt, így használtam meg pláne. De... Igen. Ez ennyit tud. Ezt kell tőle elvárni. Én emlékszem még a régi, szóval a 3 litereshez kép, vagy a 3.7-eshez kép, szerintem sokkal jobb autó ez. Uh-huh. Az botrányos. Itt tudunk kimenni. Távolodjuk el tőle, hogy nem minkótunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy oda is leállat. Egy jó kis használt tesz volt. Mindjárt utána nézzük, hogy vannak az alkatrészek. Szerencsére az alkatrészek terére fordozó jóval. Uh-huh. Mindent lehet ehhez is kapni, mindenféle tuning kitet, meg mindent, amit akarsz. Szóval ebből a szempontból... Féktárcsa fékbetét, az első, amit megnézünk. Igen. Ebből a szempontból jó csinálja Ford, meg ez az egész performance pack, ez 1600 dollár volt, most elátszámítod, akkor futóművet, meg féket, meg mindent, eleve 4 dugattyús nyereg Európa gyártóknál sokkal drágább lenne, hogyha ezt meg akarod venni. Ez nem olyan vészes, az 1006. Egyáltalán nem. Srácok, és megnézzük, hogy vannak az alkatrészek, meg mi volt. Alkatrészvásár. Jó, hát azért Fordnál szerintem azért Mustangból jók leszünk, mert itt aztán tényleg minden van. Nem FSO, tuflák újjú. Nem embernek találták ki ezt a kis képernyős telefon, de a nagyobbat meg nem viselem el a zsebembe. Mustang. 2,3 dry benzina, 2015. Coupé. 317 lóerős. Bizony. Na, motoralkatrészek, tömítések. Ja, nézzük, nem is. Szelep, szárszimening, vízpumpa, tolózni, elkerül, vezérműtengely állító. Szelep fedél tömítés, ajusza van.
9999 forint, ha rendelhető. Fék futómű, hát a féket azt nézzük is meg. Fék mechanika. Fék tárcsa, az fog kelleni rá. Van a Zimmermann-na. 61.167, 85.000 a juggatott. 67.000, 44.000 előre, hátra van. Fékbetét. Mondom, fékbetét. Mellé nyomtam, bocsánat. Az is kell rá. 16.436 forint, 18.888 forint, 27.377. Első, hátsó. Figyelj, ezek vannak. Hát azért Ford. Azt mondja, hogy motorolaj. Azért az 10.341-5.30 szintetikus. De van 2.745-e is. Van Castrol, meg MOL. 5.964. A Castrol meg 4.415-1000. Figyelj, attól nem félek, hogy a Mustanghoz nem lenne alkatrész. Bármely nagy alkatrész kereskedőnél, az Unixnál is van egy csomó minden. Hát akinek inkább a látvány kell, de nem igényli a V8 hangot, teszem hozzá, pedig kéne, annak teljesen megfelelő a 2-3-as EcoBoost Mustang. Minden más meg ott van a V8. Szerintem Oliverrel találkozunk még egy erősebb autótesztjén is. Igen? Aha, az nem állt. Jó van, nézzük. Örültem. Iratkozzatok fel, tudjátok meg minden. Hozzá is, meg hozzánk is. Mert vannak még terveink. Van még ott, ahonnan ez jött. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.